Áldottad Atya és Fiú és Szentlélek országa, most is mindenkor és örökké. Thank you.
Istenünknek olyan jó. Mi kell?
és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most is mindenkor, és örökkön örökké. Oh.
Békesség mindnyájatoknál.
Napok olvasása. És a népnek nagy sokasága egész Júdából és Jeruzsálemből, és a tenger mellől és Tíruszból és Szidomból. Kik jöttek, valahogy hallgassák őt, és meggyógyuljanak betegségeikből, és kik a tisztátalan élettől gyötörtettek, meggyógyulának. És az egész sereg igyekszik vala őt illetni, mert előmé neki belőle, és meggyógyítá mindnyájukat. És ő fölemelni szemeit tanítványaira mondá, boldogok ti szegények, mert tietek az Isten országa, boldogok, kik most éheztek, mert megelégítettek. Boldogok, kik most sírtok, mert nevetni fogtok, boldogok lesztek, mikor titeket gyűlölnek az emberek, és mikor kirekesztenek és szidalmaznak, és a ti neveteket megvetik, mint gonosz az ember fiáért. Örüljetek az napon, és vigadjatok, mert imen nagy a ti jutalmatok a mennyekben. Nevében, amen. Viszont kedves testvérek, érdekes, hogy mennyi boldogtalan ember van ezen a világon. Sokan úgy érzik magukat, hogy valamit nem találtak meg ebben az életben. Sokan egyedül vannak idősek, mint egyaránt, akik azt tudják magukról elmondani, hogy boldogtalanságban éljük az életünket, mert nincs aki eljöjjön nálunk, nincs akivel beszélgessek, nincs aki ott álljon mellette. Nagyon sok boldogtalan ember van, kedves testvérek, az életben, és a legfontosabb dolog ezen a világon az, hogy keressük a boldogságot. Keressük a boldogságot, kutatjuk ebben a világban, kutatjuk ebben az életben, de nagyon sokszor, kedves testvérek, nem tudjuk megtalálni. Miért nem tudjuk megtalálni? Mert nyilván nincs sok közünk az Istennek. Azon keresztények, kedves testvérek, akik egész életükben keresték és kutatták az Isten, azok megtalálták, és el tudják magukról mondani azt, hogy boldogok, mert megtalálták az Isten. Nyilván mi is az ő utódaik vagyunk, mi is keresztény emberek vagyunk, és nekünk is, kedves testvérek, pont erről kellene tanúskodnunk, pont erről kellene beszélnünk, erről kellene kinyilatkoztatnunk ezt az egész világot, hogy mi is megtaláltuk az Isten. Mert akkor lehetek boldog teljes egészében, hogyha ott van az Isten mellette. És nyilván Miklós püspök pont az az ember volt, aki megtalálta az Isten. Megtalálta, és nyilván három fontos dologról szeretnék a mai napon beszélni önöknek, mert nem elég a mai világban megtalálni, hanem nyilván be is kell fogadni, és a legnehezebb dolog ugye az, hogy át is kell mindezt adni. Nyilván a keresztény ember, kedves testvérek, ahogy mondtam, keresik, utassa az Isten, meg akarja találni. Nyilván sokaknak sikerül, de még többeknek nem. És nekünk kell Krisztus követőinek lenni, akik el tudják azt magukról mondani, hogy megtaláltuk az Istent. És nyilván, ha kerestük, ha megtaláltuk, az egy dolog, kedves testvérek, de nyilván az embernek a legfontosabb dolga mégis mindezek közül, ugye, hogy be tudja fogadni. Mert hiába akar az Isten az én számomra valakivé válni, hiába akar az Isten az én szívembe beköltözni, hogyha találkozik egy nagy kővel, amiről lepattam. És nyilván ez egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne, hogyha megtaláltam az Istent, akkor tudjam be is fogadni. És a mai világnak, kedves testvérek, a keresésen kívül, az Isten keresésén kívül még van egy problémája, amikor azt tudja elmondani, hogy nem tudom az Istent befogadni. Nyilván milyen emberek vagyunk, ugye mi mindig szeretünk valamit kapni. De igazából adni már nem merünk. És ez az életünknek, kedves testvérek, egy olyan mozzanat, amikor el kell mondanom azt, és magunkba kell úgymondva zárni a szerető Isten, mert csak akkor leszek igazából boldog, hogyha tudok másoknak valamit adni.
A gyerekek ugye várták a Mikulást, és azt mondjuk ugye, hogy hát mindig adunk nekiek valamit. A régi időkre visszaemlékezni, ami annak a picike kis ajándéknak és dolgoknak is örültünk, kedves testvérek, amelyet a szüleink saját kezükkel készítettek el. A mai világban pedig, kedves testvérek, nézzük meg azt, hogy bármit adunk, a gyerekek nem örülnek neki. Sajnos, hogy így van, sajnos, hogy erről kell beszélni. Sajnos, hogy a gyermekeink, kedves testvérek, sokszor nem boldog. És nagyon jól tudjuk, itt is látom, hogy kevés a férfi, nyilván sokan vannak külföldön dolgozni, és sokan biztos találkoztatok már, és találkozunk olyannal, hogyha jön az édesapa hazafelé, akkor a gyermek hogy fogadja, mit hoztál, ugye? Hát nagyon-nagyon szomorú ez, kedves testvérek, mert nem azzal kellene fogadni a haza érkező, értünk dolgozó szülőket, hogy mit hoztál, hanem azt, hogy örülök neked, hogy hazajöttél. És nagyon-nagyon fontos lenne, kedves testvérek, és felteszem magamnak is, és mindannyian tegyétek fel magatoknak azt a kérdést, ugye, kirontott el a gyermekeinket. Miért nem bennünket várnak haza, hanem azt, amit hozunk? Miért nem minket akarnak előtérbe helyezni, hanem azt, amit adok neki? Nyilván, kedves testvérek, az életünk folyamán pont erről kellene, hogy szóljon az élet, hogy megváltoztassuk gyermekeinket. Hogy be tudják fogadni azt az isteni szeretetet, azt az isteni jóságot, amelyet keresztény őseink belénk ültettek abban az időben. Miklós püspökben megvolt az alázat, Miklós püspökben megvolt az Isten befogadó készség, és Miklós püspökben megvolt az is, hogy tudjon átadni embereknek olyat, amit lehet a mai világ nem tud átadni. Az előbb mondtam ugye, hogy mindannyian szeretünk kapni. Mi megkaptuk, kedves testvérek, az isteni kegyelmet, mi megkaptuk az isteni jóságot, mi megkaptunk nagyon sok olyan mindent, amire az elődeink az Ószövetségben, kedves testvérek, csak vágyni mertek. És mi, akik megkaptuk, mi, akik el tudjuk azt mondani, hogy megkaptuk az isteni kegyelmet, az isteni szent lelket, mégis valahogy hanyagságból és hanyagon éljük az életünket. Az embernek erre oda kell figyelni, hogyha megtalálja az Isten, ha megtalálta, akkor tudja be is fogadni, és a legfontosabb dolog, kedves testvérek, még egy, ami maradt, ugye, hogy át is tudjam mindezt adni. Az átadásról már valahogy, kedves testvérek, az ember, hogyha elkezd gondolkodni, akkor eszébe jut az, hogy nem mindig siker. Nem tudom, hogy kiskorokban, ugye, amikor még pici volt az ember, és sok idős ül itt, ugye, nagyon jól tudjuk azt, hogy a szüleink mire tanítottak meg bennünket először. Keresztet vetni és imádkozni. A mai világ gyermekeit, ugye, pedig megtanítjuk mindenféle olyan dologra, amely nem Istentől ered, tisztelet a kivételnek, de mégis, kedves testvérek, a legfontosabbról elfeledkezünk. Megtanítani őtet imádkozni. Nagyon sok olyan gyermekkel sajnos találkozok, kedves testvérek, a hittanórákon, amikor bemegyek és nem tudja az imádságnak a fogalmát, nem tudja azt, hogy hogyan kell az életben, úgymondva, az Istenhez közeledni. És sajnos, hogy mi keresztény emberek vagyunk a hibásai ezeknek. Mert nem azt tesszük, hogy reggel felkeltjük a gyermekeinket, hogy itt az idő, ugye, elközelget az Istennek az országa, közeledni kell a templomba, azért, hogy keresd, utasd az Isten, megtalál, ugye, és tovább át is tud majd adni. Mert mi, akik itt ülünk, akik keresztény életet élünk, mi mindezt megkaptuk. Megkaptuk a szüleinktől mindezeket, és sajnos nem tudjuk továbbadni. Teszem fel a kérdést, ki itt a hibás? Ki itt a hibás, kedves testvérek, amikor az ember teljes jóvoltából, teljes jómódjában nem tudja a gyermekeire a figyelmét odafordítani, és nem tud dolgokat neki úgymondva átadni. Miért élem ezt az életet? Miért élem ezt a világot, kedves testvérek, hogyha semmit tevéssel töltök? Az Isten szeret engem. Mindig ez a kifogás, ugye, és ezzel élünk nyilván vissza, hogy az Isten úgyis megbocsát nekem, és úgyis szeret engem. Nyilván ez így is van, mert az Isten sohasem fog bennünket elmagyni. Sajnos mi emberek hamarabb ott fogjuk az Istent hagyni, mint minket az Isten. És mi ezzel visszaélünk. Mi ezzel, kedves testvérek, nagyon-nagyon sokszor visszaélünk, és nem akarjuk megérteni azt, hogy az Istennel nem lehet packázni. Az Istennel nem lehet játszani. Az Isten mindig ott van mellette. De sajnos mindig félreállítom.
Engedünk, kedves testvérek, az ördögi incselkedésnek, engedünk az ördögnek, úgymondva a dolgainak, és nyilván ezáltal, kedves testvérek, kiszorítjuk az Istent az életünkből. Ne legyünk kőszívű emberek. Ne legyünk azok az emberek, kedves testvérek, akit az Isten meg akar látogatni, akit az Isten meg akar, úgymondva, tartani, akit magáével akar tudni, csak mi nem hagyjuk. Mert ott van az a kemény szív, kedves testvérek, amelyet az Úristen nap mint nap próbál megtörni, az a kemény szív, amelyet az Úristen nap mint nap próbál meglágyítani, csak mi emberek nem hagyjuk ezt neki. Az életünknek a célja ez kell, hogy legyen. Az életemnek a célja pont ez kell, hogy legyen, hogy a keresésben az Isten, kedves testvérek, magamba tudjam fogadni, át tudjam adni, és úgy tudjam ezt átadni, hogy én is ezzel együtt boldog legyek ezen a világon. Sok a boldogtalan ember, és nagyon sokszor, kedves testvérek, amikor az ember úgy éli az életét, hogy meg akarja találni a boldogságot, de mégsem megy neki, hát azoknak az embereknek, kedves testvérek, pont az a feladatuk, hogy keressék az Istent. És hallottuk az előbb ugye az evangéliumban, hogy az Úristen megáll egy magas helyen, és onnan beszél az embereknek, hogy mindenki hallja. Hála az Istennek, hogy a keresztény világban már vannak templomok, ahol össze tudunk jönni, ahol nem kell felmenni egy nagy dombra, hanem itt lehetünk mindannyian együtt, és itt hallgathatjuk Istennek a szavát, és itt imádkozhatunk az Istenhez. Finnyás az emberiség. Pont azért mondom, mert mindig melegünk van, télen fázunk, és még sorolhatnám tovább, mert mindig valami bajunk van. Sajnos, hogy nem lehet a mai világ emberének megfelelni. És nyilván nagyon sok helyen én is megfordulok, ugye, és főleg, hogyha dolgokról beszélünk, ahol az építkezés és ahol az egyéb más emberekkel kell, úgymondva, dolgoznunk, ott az embereknek sohasem tudunk megfelelni. Mindig valamilyen dolgot mondanak, amit úgymondva az ember nem tud végrehajtani. Ezért mondják azt, hogy az emberekkel a legnehezebb dolgozni. De mi keresztény embereknek, kedves testvérek, toleranciával kell egymás iránt lennünk, hogy megértsük egymást. Sajnos nagyon sokszor pont ez a bosszantó és ez a boldogtalan ebben az életben, kedves testvérek, hogy nem értsük meg egymást. Mi emberek sokszor meg tudjuk mondani fele barátunknak, hogy mit kell tenned, mert hát nyilván az könnyebb, vagy hogyan kell élned az életedet, mert hát nyilván azt nem én élem, de saját magamnak nem tudom megmondani, hogy te milyen ember legyél. Saját magamnak én nem tudok gátakat szabni, hogy eztet nem lépem át, vagy aztat nem csinálom. Pedig pont ezt kellene. Saját magamnak felállítani a mércét, hogy ennyit szabad nekem. Szent Pál elmondja, ugye? Minden szabad nekem, de nem minden használ. Vajon én megértettem azt, kedves testvérek, a mai napon, vagy Szent Pál szavai által, hogy mit szabad nekem és mit nem? Megszólhatom én a másikat, megmondhatom én neki, hogy hogyan éld az életedet. De nyilván, kedves testvérek, hogyha én azt nem teszem meg, akkor én másoknak se akarom ezt megmondani. Ha én nem tudok magamnak gátat szabni, akkor másoknak sem akarja gátak közé zárni. Nyilván, kedves testvérek, az emberi élet nagyon-nagyon nehéz, és közeledik a karácsony, ugye, ahogy szoktuk mondani, már itt van az ajtóban, és hát én mindig azt szoktam mondani, hogy ez a karácsonyi időszak pont arra szolgál, hogy megváltoztassuk magunkat. Ez az időszak pont arra szolgál, hogy az ember ne másokon, hanem saját magán tudjon változtatni. És vasárnapról vasárnapra pont ez lenne a feladatunk, kedves testvérek, kedves jelenlévők, hogy tudjuk magunkat vasárnapról vasárnapra megváltoztatni. És ha eljön az Isten, akkor attól talán nagyobb ajándék nincs is ennek a világ, nem is tudunk nagyobb ajándékot neki adni, mint a saját magunk változását. Nem másokat akarjunk jobbá tenni, nem másokat akarjunk szebbé tenni, hanem saját magunkat tegyük jobbá, és saját magunkat tegyük szebbé. Akkor lesz igazából boldog az ünnep, akkor fogok igazából boldogan élni az életemet, hogyha mindezt meg tudom tenni. Megtalálni, befogadni, átadni. Ez az életemnek a célja. És ez a mai ünnepnek is a lényege, mert Miklós püspök ezt mind megtette.
nem fordult el, nem menekült el, hanem mindig ott állt, ahol neki lennie kellett. Mindig ott állt, ahol neki éppen erre az emberre szükség volt. Tehessük fel magunknak azt a kérdést is, kedves testvérek, mikor van az Istenre szüksége? Mikor van az Istenre, kedves testvérek, olyan szükségem, hogy én azt úgy érezzem, hogy tényleg ott kell, hogy legyen mellettem. Adja Isten, hogy ez a világ, amely nagyon sokszor ellentmond az Istennek és behódol a sátán incselkedéseinek, adja Isten, hogy azok az emberek legyünk, akik tényleg be akarják fogadni, meg akarják találni, és át akarják adni mindezt ennek a világnak, és ez a keresztény életnek a feladata, keresztény életnek, kedves testvérek, a győzelme, hogy Krisztust átadta magát, eljön erre a világra azért, hogy hasonló legyen hozzánk, hogy mi emberek hasonlóak legyünk hozzá ebben a világban. Adja Isten, hogy ez sikerüljön. Mondjuk mindjárt teljes lelkünkből és teljes elménkből mondjuk. Utáni János! Hosszú Atyánknak, Istennek írjuk téged, hallgass meg minket, Istenünk! Utáni János! Istenem, a nyilvánosságot szerint téged, hallgass meg minket, Istenünk! Utáni János! Minden igaz, mint ők keresztények.
népnek, most is mindenkor is a keresztények, emlékezzék meg az Úristen az országába, mindig most is mindenkor, és örökköm, örökké. Az ajtókat, bocsánat.
összesében figyelmezőnket. Hiszen te Istenben a minden hatalmatjában, mennek és fölnek minden látható és látható dolgoknak teremtőjének, és az egyúrban a Krisztus Jézusnak, Istennek
Amen.
Yeah.
drága szentek testében és vérében, bűnei bocsánatára és az örök életben van. Üdvözítsd Isten a te népedet, és áld meg a te örökségedet!
népét, a te világodnak egyházainak, papjainak, minden népednek, mert minden adomány és minden tökéletes ajándék felől van leszállánk, tőled a világosság Atyától. Téged dicsőítünk, imádunk és neked hálát adunk, Atya és Jó és Szent Élek, most és mindenkor és örökkön, örökké. Tetszenek látni, ugye, van, akit el fogunk végezni, hiszen 15-en vagyunk itten, ebből a 15 papból 5-nek a szentelője, az a Szemedi János püspök, akinek halálának a 10. évfordulója most van. Tudjuk, hogy 1921-ben született, 2003-ban Milán püspök lett kinevezve apostoli kormányzóvá Munkácsi Egyházmegyében, és hát 82 éves koráig volt ennek az egyházmegyének a püspöke, abban a korszakban, amikor hát nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű, és nem volt könnyű jól dönteni. Hogy hogyan döntött, és mikor döntött, és amit döntött, az a történelem próbatételében előtt, hogyan fogja majd megállni a helyét, azt majd az Úristen meg a történelem el fogja dönteni. Nekünk nem marad más, hogy amit jó csinált, azért hálát adjunk az Úristennek, amit pedig hát esetleg hibáltott, azt az Úristen ne rója fel neki bűnül, hanem a maga mennyországát adja meg neki. Szent Isten, Szent Erő, Szent Hallgatatlan, hibadat nekünk! Amen.
Mondani, amit most szeretnék mondani. Szeretném megköszönni az egyháztanács tagjainknak, az egyházközségnek a takarítást. Tetszenek látni, nagyon jól kezelik azt az átmeneti időszakot, amely az egyik pap elköltözése, illetve a másik pap ideköltözése között eltelik. Örülök neki, hogy kezdeményező készségük nem veszett el, és hát merik vállalni azt, amit egy egyháztanács tagnak egyháza és egyházközség előtt vállalni kell. Köszönöm szépen nekik, de köszönöm az asszonyoknak, és gondolom nem tetszett egyedül takarítani, vagy igen? Hol van a harangozó? Mert mindig máshol össze-vissza tetszik ülni. Na, mindegy. Tehát remélem nem tetszett egyedül takarítani. Ha igen, akkor tessenek szégyenmagukat, ha pedig nem, akkor pedig köszönöm szépen, de az is csak ösztönzés lehet, hogy a jövőre ne legyen így, ha mégiscsak így volt. Aztán köszönöm azoknak is, akik meghallgatták a tyúk iránti kérelmemet, ugye a falu tyúkja, hogy remélhetőleg oda ment, ahová mennie kell, hiszen Végánynak az a kivételes ajándék adatott az Úristentől, ha Ján Sándor az ajándékról beszélt, elfogadás, hát Végánynak az Úristen adott egy olyan lehetőséget, hogy a búcsúi ebéd az mindig a legkiválóbb módon van megoldva, és hát amit ki kellett egészíteni az egyházközségnek, azt ismereteim szerint megfelelően kiegészítették, úgyhogy köszönöm nektek is, kedves hölgyek, és hát ugyanakkor azok se felejtsék el, akik innen más falvakból jöttek, hogy a parókián is várják őket egy-egy süteménnyel, meg gondolom mással is, tehát ebből az következik, hogy akkor nem csak a tyúkra, hanem más egyébre is gondoltak a Végányák, úgyhogy szeretettel várnak mindenkit. Köszönöm az együtt imádkozást, és hát nem utolsó sorban köszönöm a tévéseknek is, hogy itt voltak. És hát remélhetőleg némi vakitól eltekintve, ami hát az minden egyházközségben van, ahol a kántor nem egy markáns, nagyhangú valaki, aki mindenkit leénekel, hanem amikor az ember, hogy az egyházközség saját maga hangjára van hagyatva. Én gondolom, hogy lassan-lassan az ember megszokja azt, hogy magad uram, mert szolgád nincsen. Hát Petrás László atyánk már, mint tetszenek látni, az első búcsúján itt volt papként, innentől kezdve már, hát jöhet következő búcsú, de kántorként már itt nem lesz, mint ahogy esetleg a tavalyi év során itt volt. Úgyhogy köszönöm Sándor atyának a beszédét. Ő is, hát ugye itt ötünket említettem, én vagyok az egyik, akit Szemedi püspök szentelt, a másik a volt papja az egyházközségnek, István atya, Miklós atya a falunak a volt szülött, elszármazottja, mert már most nem tudjuk, hogy hol van, most éppen ott van, ugye Zsófi atya és már harangozó Miklós atya, a többi Szilárd atyát, Kovács atya püspök szentelte,
többi az, amit tetszenek látni. Mondjuk úgy, hogy a fiatal generáció, a 2003 után szentelteknek már a generációja. Természetesen Sándor atyát ért majd nem. Na, tehát van még egy kivétel, de hát ez csak a helyzetből adódik, és hát még jogi csűrcsavarásnak az eredménye. Úgyhogy itt döbbentem rá, hogy Istenem, hogy elment az idő. Hogy milyen régen is volt az a szentelés már. Én köszönöm nektek, kedves atyák, hogy itt voltatok, és köszönöm a testvéreknek is, hogy együtt imádkozhattunk ezen a tavaszinak ígérkező szép napon. Köszönöm a tiszteletes úrnak is, hogy eljött. Neked tiszteletes úr, majd a templom ajtóba adok 2 percet, vagy 5-öt, jó? Nem? Nem kíván? Nem kíván. Tehát a jelenléte többet beszél mindentől. Tetszenek látni? Tehát ez is igaz. És köszönöm a Erdély Péter konzul úrnak is, a Beregszázi konzulátus vezető konzuljának, hogy együtt imádkozott velünk. Természetesen őket is szeretettel várom az ebédre. Most pedig majd kimegyünk a körmenetre, a körmenet végén pedig lesz majd a... De hát elolvasom most akkor egykább, nem mondjuk majd. Egyházkosim számára Vojtku Mária, bocsánat, nem szabad kimondanom, ide van írva, hogy névtelen. Nem mondtam semmit, tehát egy magát nevezni nem akaró testvérünk 200-at, ismét egy másik 500-at, 200-at, 200-at, 100-at, 1000 forintot, 200 grivnyát, 200 grivnyát, és ismét egy másik testvérünk 200 grivnyát ajándékozott, és a csomai hívek pedig 150-et. Köszönöm nekik is, hogy eljöttek, és a többieknek is, akik más falvakból együtt imádkoztak a végányiakkal. Egyházadnak adakozó híveinek és jelenlévő testvéreinek.